Nagyon szép szombatot kívánok mindenkinek. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és hát természetes, hogy közönséggel, hisz úgy az igazi. A Szabolcsi Szépírókör, a Szépírók Társasága égisze alatt alakult. 2019-ben határozta el a Szépírók Társasága, a legnagyobb, több mint 400 tagot tömörítő írószervezet, hogy vidéken, országszerte, sőt határon túl is létrehoz alkotóköröket. Értelemszerűen így lettünk mi, Szabolcsi Szépírókör. 2019. november 15-én talán pontosan alakultunk. Volt egy szép felolvasó estünk, akkor még Szkárosi Endre elnökünkkel és Kéri Piroska alelnökünkkel, akik sajnos már egyikőjük sincs közöttünk. Ezt követően volt még egy, nagyszabású tervekkel indultunk, hogy milyen sorozatot hozunk létre. És akkor jött a korona. 2 évig durván, amely keresztbe tett az egész életnek, így a szép irodalomnak is. Akkor az online térben volt egy rendezvényünk a 2 év alatt, amelynek azt a címet találtam adni, hogy így írunk mi koronavírus idején. De ez a cím úgy megtetszett nekem, hogy utána is e köré szerveztük a megmutatkozásainkat, így írunk mi, hát hiszen erről szól a mai nap is, hogy szeretnénk megmutatni önöknek, nektek, hogy hogyan írunk koronavírus alatt, után, leginkább anélkül írjunk. Tehát, ahogy hallottuk Ibolyától, ma 5-en szeretnénk megmutatkozni. És ha megengeditek, akkor ülve folytatom. Hát legelőször is drága barátunkkal, M. Szlávik Tündével, aki személyesen azért nincs itt, mint sokan tudjátok, hogy baleset érte, és elég súlyos baleset érte. Egyszerűen leesett a lépcsőn az iskolában, de hát sajnos olyan szerencsétlenül történt ez az esés, hogy több törést szenvedett, sípcsontja, térde, válla, 2 műtéten van túl, és hosszú lábadozásnak nézelébe. Innen is szeretettel gondolunk rá, és szurkolunk neki, hogy ez a hosszú lábadozás azért ne legyen annyira hosszú, hanem rövidüljön, amennyire csak lehetséges. De azért itt van velünk, ha nem is halljuk azt a gyönyörű szép orgánumát, de méltó tolmácsolója lesz Szilvi. Tünde ízig-vérig pedagógus. Amikor elküldte nekem a szövegeit, akkor éppen érettségi dolgozatokat javított, aközben küldte ide az kiválasztott 3 tárcáját. Aztán olvashattátok, elnézést kérek a tegeződésért azokkal, akikkel nem tegeződtem le, és engedjék meg, hogy letegeződjek most mindenkivel, az egész közönséggel. Tehát olvashattátok a Facebook posztján is, hogy mennyire fáj neki, hogy nem mehet végig az úton a szeretett osztályával, most érettségiztetett első alkalommal, és nem állhatott mellettük a legfontosabb állomáson. És hogy ő mennyire ízig-vérig pedagógus, egy olyan pedagógus, amelyet szerintem minden szülő vagy gyerek kímálhat magának, azt megmutatja ez az első tárca is, és halljuk Szilvi tolmácsolásában. Szeretem, ahogy nyújtózva ébred a tudás. Fogalmazhatnék úgy is, hogy szoros napi rend szerint élek, de valójában inkább a szokásaim rabja vagyok. Nekem úgy indul jól a napom, ha otthon mindent elvégzek a megszokott időre, s reggel 7 óra 5 percre bent vagyok az iskolában. Azért tudom ilyen pontosan, mert 7-kor szoktam leparkolni, kis séta, utána a kötelező becsekkolás a főbejáratnál, ahol mindig kírja a gép az időt. Amióta bejárok dolgozni a nagyvárosba, 2 kezemen meg tudnám számolni, hányszor érkeztem mondjuk 7:30-ra. Mindegy, hogy csak 3. vagy 4. órával kezdek, nekem kellenek ezek a kora reggeli percek. Ahogy átlavírozok a földszinten beszélgető, telefonozgató gyerekek között, s szép lassan felsétálok a 2-ra. A hangsúly a lassúságon van.
Mozgásomat méltóság teljesnek szánom, de be kell vallanom, a Covid óta a tüdőm ki akar szakadni már az első fordulónál. Ha a túloldalon kolléga közeledik, nem csak udvariasságból állok meg, hanem reggel még nem tudok egyszerre lépcsőzni és beszélni is. Aztán belejövök, mire harmadszor caplatok fel a harmadikra. Hét körül a második emelet még üres. Mostanában fél homály van a folyosón, a fészek meleg sötétség a tanári előterében. S nagy-nagy csönd. Halkan csörren a kulcs a titkos tartó peremén, tompa zajjal nyílik az ajtó, kling-kling-kling hanggal ébreszti magát a neonvilágítás. Koppannak a lépteim. Ha a fekete boszorkacipőm van rajtam, akkor nyikorgok is. Nyina, nyikorogna. Régi poén. A hozzá tartozó viccet rég elfelejtettem már. Néha percek telnek el egyedül. Kint lassan felkel a város. Idebent érkeznek a kollégák, s nyújtózva ébred a tudás. Nem akarok utána nézni, majd holnap Andi megmondja, jól írtam-e. A tanári egy hatalmas idegsejt központi magja, s ahogy indulunk órára, ebből az idegsejtből nyúlványokat képezünk, amely általunk ér el az osztályokba. Képzeletemben ez olyan hangon történik, mint amikor az amerikai filmekben felkapcsolják a villanyt egy alaksorban. Kattanás, sistergés, halkzúgás, fényár. Soha nem egyszerre gyulladt ki valamennyi fényforrás, hanem szépen sorra egymás után. Ott ilyen darabos mozgású áram fut a vezetékekben. Sokféle zaj van egy iskolában, és többféle a csönd is. Sokan a délutánit vagy a vakációsat szeretik, én ezt a reggelit. Azt juttatja eszembe, amikor édesanyával kora reggel bementünk a suliba, s a miénk volt az egész ódon épület. Ettől kiváltságosnak éreztem magamat. Most pedig minden reggel csönddel újra ébred a remény, hogy ma megmutatom, elmagyarázom, ráébreztem, hogyha ma mindenki megérti, felfedezi, átéli, túlszárnyalja, vagy csak egyszerűen megtanulja. És miből nem lehet tárcát írni? Bármiből, tünde kezenyomán születhet tárca. Például az előző szépírókörös rendezvényünkből tavaly november 23-án, amelyről a Kelet-Magyarország a címlapján tudósított, és egy fotó is megjelent, amelyen tünde volt látható. A következő tárcát hallhatjuk. A legjobb helyre kerültem. Remek dolog jó társaságban az újságban szerepelni, a címlapon látni magamat pláne, de nem tudtam ez idáig, hogy jobb hely is létezik ennél. Egy idős családtag, kis, kopott, jobb napokat látott pénztárcája. Azonnal megláttalak az újságban, Gyöngyikém. Rékám, Ancsám, tündém, segítek. Jaj, eltévesztem már. Biztosítom róla, hogy semmi baj, én is keverek minden nevet, még a fiaimét is. Bocs, srácok. Ki is vágtam a képet azonnal, mondja, s előveszi a pénztárcát. Kivesz diadalmasan egy színes lapot, a kezembe nyomja. Széthajtogatom. Szilvás kevert süti. Olvasom félhangosan. Akkor ez az. De nem. Egy falubeli neve van reszketek kézírással a szélére róva. Veszi a harmadikat. Már előre látom, hogy más a színe. Valóban újabb recept. Kefires meggyes pite. Már kicsit bosszúsan belekotor a másik rekeszbe. Na, itt van. Színes, fényes lap, ez nem lehet a Kelet-Matyi. Nem is. Sült hús van a fotón. Már csak egy darab papír lapul a tárcában, kiveszi kissé, megnyálazza az ujját, úgy hajtja szét. És ott vagyok. A kép nem túl nagy,
Szemüveg nélkül már nehezen vagyok felismerhető rajta, de biztosítom róla a családot, hogy én vagyok az, sőt, ma ugyanaz a ruha van rajtam, púzba vágom magam, na, így néztem ki a fotózáskor, csak több volt rajtam a púder. A lapok visszakerülnek a rekeszbe. Akkor kap észbe a sógorom, ő még nem is látta a képet. Pénztárcát elő. Nézd meg, itt van Tündike. De nem én vagyok, hanem a szilvás kevert süti. Aztán az újságlap széle a ráírt névvel. Már nevetünk, de nem engedi, hogy segítsünk. Találgatunk, s valóban. Előbb a kefíres pite jön, aztán Attila megnézheti a guszta sült húsos receptet is. Ismét az utolsó a helyes választás. S igen, megnyálazza az ujjait, mielőtt ketté hajtaná a kis vékony papírt. Mosolygok az újságfotón és a heverén ülve egyaránt. Lehet, hogy a nyálazós technika volt a trükk, mert mindig akkor talált meg. Ahogy újra megcsodáljuk a körömvágó ollóval kinyiszabált cikket, olyan büszkeség fénylik az arcán, hogy kicsit elszígyelem magam az előző nevetésért. Aztán gondosan összehajtja a lapocskákat, s visszacsomagol engem jó helyre. A szilvás és a kefires süti és a sült hús közé, meg a drága öreg szívébe. És végül nagyon egyszerű hétköznapi ügyekből, dolgokból is lehet tálcát írni, de micsoda stílusban, tündés stílusban, és nem mellesleg szó szoros értelmében, étvágygerjesztően. Szilvit kérjük. És akkor az uram fügét mutatott. Sokat tűnődtem, valóban ez legyen-e a címe a mai tárcának. A másik ötletem ez lett volna. Több szabadságot az uramnak. Az történt ugyanis, hogy Misi kivett pár napot. El nem mondhatom, mennyire irigyeltem, amikor bejelentette, hogy fáradt, itthon maradt szerdától. Az iskola nem működne, ha a tanév közepén Kiki csak úgy elmenne három napra Kaludidába vagy Bergen-Góciába. A közszolgálata viszont így is elketyeg. Szépen elsorolta, mit fog ma véghez vinni, amíg pihen. Két napra elég lenne, bárhogy is pörög. És mit fogsz főzni? Kérdeztem kicsit szemtelenül, de az ő szeme meg sem rebbent. Mit szeretnél enni? Ha már lút gondoltam, s nagy merészen kivágtam, hogy lapcsánkát. A merészségre azért volt szükség, mert épp a múlt héten törtem el nagy ügyesen a robotgépnek azt az alkatrészét, ami 3 percre csökkenteni a krumpli reszelés idejét, így viszont kézzel kell majd csuruszkolnia. Ali 5000-ért adná, 8-ért szállítaná. Ide képzeljetek egy kimerett szemű emojit. Nem, a fügét nem ekkor mutatta. Ahogy hazaszóltam délután, hogy indulok, nyithatja a nagykaput, már hallottam, hogy serceg a massza a serpenyőben. Az éjfarkas beköltözött a gyomromba, hangosan morgott, hogy elnyomjam a hangját, egész úton azt énekeltem, hogy száguldás, Porsche, lapcsánka, száguldás. Akkor sült az utolsó adag, amikor lerúgtam a cipőmet. Mivel legyem? Mivel legyem? Uborkával, céklával, tejföllel? És akkor mutatott fügét az én uram. Ha ettetek még finomat, mint a ropogós, friss lapcsánka a rápúpozott fügelekvárral, csillahúgom készítette, saját termés. A király gyalog eljönne érte, ha egyszer kapna valahol egy kis kanálnyi kóstolót. Holnap zöld babfőzeléket kapok, majd csirkepörkölttel. A pénteki ebéden még gondolkodom. Meg kellene kérni a magas hivatalt, hogy adjanak több szabadságot az uramnak. Mert ezt a jót nagyon könnyen meg tudnám szokni. Köszönjük szépen. Még egyszer nagy szeretettel gondolunk Tündére és szurkolunk neki. Ajánlom figyelmükbe, figyelmetekbe az aranygyapjú.blog.hu felületet, ahol Tündének rendszeresen olvashatjuk rendkívül vidám, megérint bennünket a tárcáit.
Szép irodalom és építészet. Akár egy életen át kéz a kézben egymás mellett nagyon jól megférnek. Ékes példa erre barátunk Kulcsár Attila, IBD-as építész. Elgondolkodtam, hogy vajon hogyan volt ez. Egyszerre párhuzamosan ültél a tervezőasztal mellett, és tervezted város megyeszerte rengeteg középületet, és mellette párhuzamosan születtek a szépirodalmi szövegeid, vagy ezek versengtek egymással, egyik überelte, kiszorította a másikat. Hogy volt ez, hogy ilyen gazdag termés életmű született? Hallunk? Jó. Hát ez úgy volt, hogy mindig is mind a két művészeti ág, az irodalom és a rajz is érdekelt már az általános iskolában. Az általános iskolában még Berecz András képzőművész körébe jártam, de aztán mégis azt gondoltam, hogy nem megyek fel Pestre, hanem itt a Kossuth gimnáziumba. A Kossuth gimnáziumba jelentkeztem, mert az egy jó hírű iskola volt, hát Krúdi, Ratko, Rákos Sándor és sok más neves művészeti ág képviselő járt oda, hát én is oda is egy humán gimnázium osztályába kerültem, ahol aztán az irodalom nagyon magas szinten művölődött, és akkor az átsábított az irodalomhoz. Negyedikbe, hát tudjuk, Vietóris József nevéről nevezték el, vagy a tanáráról nevezték el a pályázatot, és hát én is egy latin fordítással sikeres voltam, és azt hittem, hogy rögtön fel is vesznek a Kossuth Egyetemre, és leszek magyar tanár, aki majd irodalommal fog foglalkozni. Hát nem vettek fel. Akkor elmentem egy tervező irodába, mert ott rajzolni lehetett. Onnan pedig felfedezett az igazgatóm, azt mondta, nem menjél, te nem is támogatlak a Kossuth Egyetemre, menjél a műszakira, és aztán felmentem a műszakira, és ott belecsöppentem egy Bercsényi kollégiumba, amelyik egy ilyen ellenkultúrával foglalkozott abban az időben, ott mind az illésik is ott játszották, és mindenki, aki egy kicsit a hivatalos kultúrpolitikával nem volt jóba, ott mutatták be a képzőművészek, ott mutatták be a költők, írók a műveiket, vagyis egy ilyen műhelyben fejlődtem, újságot alapítottunk, felújítottuk a megfagyott Muzsikusz nevezetű szatirikus egyetemi évkönyvet, amit 30 éve nem művelt senki. És akkor ezzel a múlttal visszakerültem Nyíregyházára, természetesen egy tervezőirodába, megint vissza az építészethez. És hát persze akkor megjelent a hangsúlyban Ratkóék és a társai is felkértek arra, hogy irogassak, vagyis hát ide-oda labdázottam a két műfaj között, és hát nappal építész voltam, levelezőn és estén pedig költő. Most, hogy nyugdíjba mentem az építészetben, most már igazán csak irogatni fogok. És hát ennek az eredménye az egyik írásom, amelyet most fel fogok itt olvasni, amelyek tárcákban itt-ott megjelentek, és hát most hallani is fogjátok esetleg. Hát egyébként azért még fűzzük azt hozzá, hogy bámulatos az a műfaji sokszínűség, ami jellemző rád a szép irodalomban, mert ugye líra és próza együtt van jelen, illetve versek, képversek, költői játékok, aztán esszék, novellák, haikuk százával, tényleg bámulatos. És igen, líra és próza vegyesen szerepel a műveid között, és most egy novellát fogunk elsőként tőled hallani, ahogy említettük. Ehhez kapcsolódóan három kérdésem is van. Az egyik, hogy egy konkrét kiállítás ihlette-e ezt a novellát, a másik pedig, hogy ez egy nagyon szép lírai novella. Azért nekem megdobogtatta rendesen a szívemet, anélkül, hogy spoilereznék, az utolsó mondat, az kivált kép. Nagyon, tehát lírai és nagyon személyesnek éreztem, Alanyinak éreztem ezt a prózát. Jól gondolom? Igen, igen. Ugyanis 2010-ben eljutottam a Velencei Építészeti Biennáléra, és ott volt egy kiállítás, amely csupa elhasználódott tárgyat mutatott be. És hát ez, ennek az emléke ihlette ezt a művet,
mert hogy mindannyian társaságban, házasságban, közösségben élünk, és minden életvitel bennünket is elhasznál, és egymást is elhasználjuk, és ebből születhetett ez a írás, amelyet most fel fogok olvasni. És műszaki jellegű, mert nem a madarakról szól, hanem a tárgyakról, amiket mi állandóan formálunk ilyen nagyba, meg ilyen kicsibe, mint ez az asztal. No, tehát így szól ez az elhasználódva. Meg ne szólalj, úgy is tudom, mit akarsz mondani, szól rá felesége az öregre, amikor megint megégett a flekken, és éppen mondani akarta, hogy égett szag van. Ez így van sok éve, mert fél a nyers disznóhústól, ezért jól át akarja sülni, és akkor mindig odasül, mit odasül, az alja szénné ég. Már megint kezdettű mondókája után is tudja, mi jön. Sáros lábbal jöttél be a nappaliba, ott vannak a papucsok, használd őket, neked hiába takarítok. A férj fiacskám, ne locsolt túl a virágokat, ismert szólamát, már a neje folytatja. Tudom, mert karácsonyi kaktusz, tudom, mert a karácsonyi kaktusz nem vízi növény, de azért locsoljon minden karácsonyra újat kap a neve napján, mert ezt a virágot az anyjától örökölte, túl gondoskodik róla, és állandóan kirohad a sok öntözéstől. Szeretném veled közölni kezdetű slabon, utána is tudja, mi következik, hogy olyan szenilis vagy már, hogy megint elfelejtetted felhúzni a cipzárt a slicceden, és képes volnál így is kimenni az emberek közé. Nem nagy ügy, de 40 év házasság után már nincsenek nagy ügyek, csak hétköznapot. Ez már nem az összecsiszolódás időszaka, mely fiatal házasoknál kötelező. Ez már a csikorgásoké, megkopásoké, ilyenkor szokták megolajozni tengelyét a vastalicskának az iparban. Kopunk bele, nem, aztán megy minden a maga útján. Nem csak egymásban maródunk, kopunk bele, hanem bennünket körülvevő tárgyakba, életünket meghatározó falakba, padozatokba is. A parkettán mindenki ismeri a tűsarkok nyomait, a padlón a hintaszék stráfajait, az autó kilincsek körül a körmök karmolászását, amikor benyelul, belenyúlsz a karosszéria mellettérésbe. Bekapok egy kis vizet. Na tessék, itt tartunk a résnél. Ott volt a nagyszülők szobájában, a falusi házban a bölcső lenyomata, a sok altató hintázástól a falba is mély repedés horzsolódott, de megtartották, hogy emlékeztesse őket a messzire repült gyerekeikre. Az elmúlt évben egy biennálé kiállítására kaptatott fel, régi középületből lett múzeum lépcsőjén, a fehér márványlapok a karok közepén ki voltak kopva, le voltak járva sok száz éves használattól, szinte balesetveszélyesen. A kiállítás is erről szólt, csak napjaink elhasználódásait mutatta be a tárgyakon, eszközökön, középületek azon használt térfalain. Volt egy vaskorlát, valamikori olajmázolás a méterenként mutatta, hogy a kapaszkodók egyszer-egyszer fogást kerestek rajta, és ott lekopott a festék. Az egyik teremben hivatali helyiség szőnyegpadlója volt a falon, az asztal négy lába látszott rajta tiszta foltjaival, előtte a kerekesszék által összekarostolt kopás utalt arra, hogy a kritkánynő hogyan szörfözött elalakú munkaasztala egyik végéből a másik pozícióba. Vezetői szobák perzsa szőnyegei az asztal körüli járásoktól voltak kikopva. Függvönyök ki voltak állítva, amelynek a külső oldalán a rezdőzés szerint a nap kiszítta. Régi kétszemélyes iskolapadok is, az a mázolt 200 éves ülepeknél és könyökök alatt a festék hiányzott. Az asztallapján több generáció kezdőbetűi bekarcolt üzenetek, puska. Ki volt állítva egy megfeketedett ikon, amelyen a csodatevő lábát a hívek fejére csókolták, míg nem üveg alá került.
tornatermi dobbantom a rugaszkott fododás helyén, natúr, félig elhasználódva, hinták elrágódott függesztő karikái, fékkopák, kopofák kikopva, várótermi padok a két szélén elhasználódva, kifakult fadarabok, amelyek képek, címerek, csillagok helyét örökítették meg eredeti színükben, egy épület körüli járdalap kilókott a sorból, mert csak az építkezés idején arra járt éjjeli őr kutyájának lába nyomát hagyta nekünk örökül, mikor még nem kötődött meg a beton. Voltak régi típusú kapuk kopogtatói, részkilincsek, fényesre kopva a fogások helyén, de csak ott vasúti kocsi műbőr bevonató padja kiülve balol, befoldva, ablakai gyémánt vágóval összefirkálva magyarországi gyűjtésből, harangnyelv fényessége a harangon, laposra morzsolt rózsafűzér, magas hegyi kilátó korlátja, itt jártak bicskái nyomával, latinul, arabul, ciril betűkkel kínai nem volt. Némelyik kiállítási darab talányos, de amikor megfejtjük, revelációként hat. Volt egy ablak, amin nem tudott mire vélni, de aztán elolvasta, hogy a portásfülke ajtaja, akinek az alját a kizárt kutya körmével talán 15 év alatt homokfúvott macságúra kimarkolázta. Egy börcönt el a ajta, amikor a rab a kukucskáró felett zsíros homlokával hosszú évek alatt kikoptatott a vaslemezig. Várbörtön terméskú fala az eltöltött évek rovátkái, 100 év, 5 évenként áthúzva, 10-15 évenként újrakezdve, jelezve, hogy sokan raboskodhattak a falak között. Újkori bárpult, amely bárszékeken ülők lába miatt kimarjult, tornatelmi fal ezernyi labdanyommal, falusi temetői vizeldek kátránnyal, bekent pisilő fal a vastag húgykő lerakódással. A használat nyomot hagy magunk után, életünk lenyomatait, de ami surlódik, az maga is kopik. Az ember is, aki az eszközök másik végén áll, aki azokat mozgatja, muzeális érték lesz öregkorára. A régészek cserépedényekből olvasnak, talsói lemezeket fejtenek meg, ha általános lesz a hamvastáshoz temetés, vagy egy világméretű katasztrófa után a más bolygóról érkező archeológus ebből rakja majd össze életünket, ha kiás egy-egy tárgyat a hamu alól, addig is itt vannak a nagyszüleink, meg mi magunk. A múzeumos séta után hazamegy. Elnézi feleségét, ahogy a konyhába szorgoskodik, mint érdeklődő egy antik darabot. Mintha még mindig a kiállításon lenne egy aukción. Nézi a szépen öregedő, finom arc vonásait a szeme alatti árkolódásokban, a néha beteg gyerekek iránti aggodások lenyomatát, álmatlan éjszakák ráncait, a szája szegletében a sorsfordító üdők megpróbáltatásait, keze fején, mintha unokás csip-csip csókák lenyomatai lennének, és a tenyerén a fakanalak simogatások között az ő vállának a fogódzása is. Az is visszanéz, mint egy múzeumi őr, aki ismeri látogatóját. Ez nem fog hangoskodni, ez nem vandálkodik. Nem műkincstolvaj, ez régiséggyűjtő és igazi műértő. Tudják egymás életének minden használatát, megkopásait. A délutáni nap horgolt függöny girlandjainak furcsa mindázatait rajzolja árnyékával a két összeillő öregre, mint egy baldahint, és már nem látszanak zavaró részletek, csak a szépséges páva minták az arcokon, egymás minden gondolatát is ismerik, és ha kell, megolajozzák, mint egy vastalicskát. Azt írtad nekem, hogy mostanában versek születnek a kötött formában, szigorúan kötött formában, közöttük szonettek egy kötetre való. Ezek közül fogunk egyet hallani, de milyen kötetről is van szó előtte? Ez a Nosztalgia Malom című kötetem lesz, amelyiket majd a Dunál Tiszán fogok bemutatni, és a féle ilyen őszikék,
a Kulcsár Attila őszikékje, ugye Arany János modorába, visszapillantva sok-sok életem történetére, és azoknak máig szóló, vagy nekem mostanra szóló üzenetei lesz a szerkezete. Hát ez egy ilyenből van 120 darab, de ebből 10, vagy nem, 100 egészen jó szonett. Mit csináljon egy mérnök, aki egész életében csak határok és szabályok között élt? Hát a legnehezebben megfejthető és legnehezebben írható versformában ír verset. Na, és hát ez is az egyik ilyen. A kő ambíciói. Egy ott felejtett kő vagyok a patkán. Nem tudom már, miből is hiányzom. Semmi sem múlik kóbor kődarabkán. Nélkülem is műemlék lesz a várom. Útjelző állás csak őrmesterség. Gránit vagyok, azért is nagyra vágyó. Bárhol küszöbnek lenni nem dicsőség, obeliszk csúcsán állni már kiváló. Ha mégis lent maradnák, még földön fekvő, elszánt botlásként egy Mount Everestről, az lehetne megváltó küldetésem, ha volt valakinek égigérő gondja, csak én voltam arra is készen, hogy leessek nagy kőként a szívéről. Csodálatos, köszönjük szépen. Attilának a kötetei kint megvásárolhatók, illetve dedikálhatja, aki szeretné. Laci barátomhoz fordulok, és hát nincs olyan rendezvény, hogy én ne kérdezném meg két kedvencemet, mi újság Szindbáddal és Sherlock Holmes-szal, Laci? Hát Sherlock Holmes lehet, hogy abban marad. Hogy? Hát elég, én úgy tudom, meg én úgy értékelem, hogy nagyon sikeres volt az első, a második. Az első sikeres volt anyagilag, a másikat még meglátjuk. Voltak éppen ezek nem Sherlock Holmes regények, az első egy Budapest regény, a másik pedig egy Nyárliget regény, és valahogy ezt nem vette észre a közönség, hogy ez hogy egy Nyárliget, vagy a Nyíregyháza regény, de nekem ezt nem kell hangsúlyozni, hanem megtettem, megírtam, most új ötletem nincs ezzel kapcsolatban, Szindbáddal kapcsolatban van, sőt már meg is írtam az ötödik részét, úgy szeptemberre olvasható állapot lesz, és le is fogom meg adni. Is jelenik idén? Nem, 25-26. Mit jelent az, hogy olvasható állapot? Hát, hogy már be tudom küldeni a kiadónak. Tehát, hogy nem csak én olvasom, hanem már finomított szöveg. Jövőre esetleg? Jövőre kíváncsian várjuk. Hát, baráti körben vagy. Szerintem nekünk elárulhatnád, hogy most éppen hol lesz? Amerikában. Hány éves lesz? 71. 71. Hát legalább 100 évig élni fog, nem? Nem, örökké fog élni. Pontosabban úgy ér véget ez a kötet is, hogy nem tudjuk, hogy most meghalt vagy nem élt, és aztán később is, amikor egy más főszereplő mellett feltűnik, akkor élni fog, vagy legalábbis úgy beszélnek róla, mint egy élő emberről. Tehát ez úgy lebeg, nem lesz, nem, ténylegesen soha nem temetik el. Hát akkor teljesen megnyugodtam, mert ugye én hűséges olvasója vagyok Lacinak, de a Szindbádoknak kiváltképpen. És amikor annó mondtad még az elején, hogy ő nem fog soha meghalni, akkor egy kicsit furcsáltam, de hát ez így már teljesen érthető és megnyugtató számomra. Jó, akkor jövőre, már most harangozzuk, Szindbád kötetet fogunk olvasni, illetve bemutatni. Remélem. Igen. Laci, szereted őrként, illetve milyen? Három kérdésem van ide. Szeretem. Szereted őrként? Szeretem. Olvasóként és íróként. Hogyan hatott rád? És lehet-e az egyperceseket még tovább csökkenteni? Hát mindent lehet, vagy el is meg lehet próbálni. Ugye őrkény egypercese is olyanok, hogy van közötte 10 perces novella a leghosszabb, a legrövidebb meg talán csak egy szó, tehát ez is egy nagy kategória. És mivel ugye a Szindbád ötödik része mellett kész van egy másik könyvem is, egy irodalmi paródiákat és átiratokat tartalmazó kötetem. Talán az lesz a címe, hogy a Da Vinci köd, vagy a Pál utcai lányok, még esetleg ez a másik lehetőség. És ebben lesz egy őrkény parodizáló rész, ami furcsa, hiszen őrkény maga is mondhatjuk, hogy egy paródia, bár inkább humorista, mint paródista. És megírta az egyperceseket, és hát tovább redukáljuk, akkor most jönnek a félperceseket.
amelyben segítségedre lesz, igen, Szilvi. Igen. Ő fogja mindig a címet mondani, én pedig a magát a fél percest, vagy néha negyed, vagy tized percest, mert nagyon rövid írások ezek. Tradíció. A húsadjókedi szentmiséről kijöve a legények beöltöznek szakadt asszonyruhába, és elmennek gúnyolni Szűcs Terkát, aki 23 éves létére még hajadon, vagyis falusi szemmel nézve már vénlány. Kolompolnak Terka ablaka alatt, döglött kutyával díszített májusfát állítanak föl neki, aztán kirángatják Terkát a házból, tuskót kötnek a derekára, és ostorral végigkergetik a falu főutcáján. Evolúció. Mi lenne, ha, kezdi a férj. Nem, feleli a feleség. Emberiség. A tigrisanya szeretettel gondozza kicsinyeit. Gyönge húsú antilop idákkal leteti őket. Erkölcs. A nemzetes asszony, Wolf Bartni árvaszögi Teodóra nem adta áldását a fia házasságához. Pedig Wolf Bart Ödön, a fia, már 40 felé járt, és az ara, a tavaly megözvegyült világszép koncbori szép vagyont hozott a házhoz. Wolf Bartnét nem az özvegy három csemetéje zavarta, hanem az, hogy Bori már nem volt szűz. Összeesküvés elmélet. Gorbacsov egy UFO volt. Szigor. Ha pap, nem ateista. Ha tanár, nem szadista. Leromlás. Szegény végül már csak kenyéren és banánon élt. Veszélyes vendég. Nagyon. Nagyon zokon vette, ha megzavarták káromkodás közben. 69 év. Reformfeudalizmus. A kérő vizsgáztatása. Hiszel Istenben, fiam? Azon vagyok. Instant karma. Mióta elhagyott a feleségem, kezd egy kivert kutyára hasonlítani. Akiket egymásnak. Akarod? Igen. Mit? Türelmetlenség. A francba azzal a skizofréniával. Szedd már össze magad. Körülmények. A nemzetgyűlési választásokat a harmadik helyen végző párt nyerte meg. Igazság. Kivégezni kivégezték, de 3 év múlva rehabilitálták. Még a pártagságát is visszaállították. Testvérek. A szegény és a gazdag testvér utálják egymást. Nem is beszélnek. Aztán a szegény egyszer elmegy a gazdaghoz, és kér 20 milliót, hogy beteg feleségét külföldön megműtethesse. A gazdag elutasítja. De amikor megtudja, hogy az asszony meghalt, mardosó bűntudata támad. Valójában a nő már menthetetlen volt, a szegény testvér csak azt akarta, hogy a másiknak rossz legyen. Stróman sors. Hú, bazd meg, te visszajöttél? Egy fejezet. Amennyit kibír egy feltöltéssel a laptop akkumulátor. Világtörténelem. Ego. Terepgyakorlat. Nézi ezeket a megfeketedett arcú öregasszonyokat. Mennyi kint kellett elszenvedniük életük folyamán? És mennyit okoztak? Adomány. Munkásait minimálbéren tartja. A vezetőknek borítékban ad még egy kis pótlást. Hazafelé menet 200-asokat tesz a pázmánytéri padokra. Figyeli, kik találják meg. Együtt örül velük.
Megjegyzés. A regény kitalált tényeken és eseményeken alapul. Ezért a valósággal való bármiféle egybeesés filozófiai kérdéseket vet föl. Pláne, hogy a valóság is szubjektív. Szubjektív? Hétfő reggel. Az elítélt nem akar fölkelni. Álmos még. De sürgetik, mert kezdeni kell a kivégzést. Zsáner. Azokat a nőket szeretem, akik reggelente vastag frottírtűrő között magukra kapva ténykednek a konyhában. Epigenetika. A leningrádi ostrom harmadik hónapjában Szófia Petrovna minden élelmiszer készletéből kifogy. Elkap egy kóbor kutyát, és azt süti meg. Az ebédnél felzokog Szófia. Nem bírja elviselni, hogy egyetlen gyermeke, Misa, akit orvosnak szánt, csámcsogva eszik. Lehetetlen állapot. A lágerparancsnok erotikus vágyat érez az elesett, szenvedő nők iránt. A gyermekköltő. Nézi a horizont felé közeledő napot. Oda megy, és megsimogatja. Köszönjük. Attilához, Ménes Attilához fordulok. Februárban Baumgarten emlékjutalomban részesültél, itt is, most is mi is gratulálunk neked. A neved, én úgy gondolom, legalábbis az én olvasatomban, vagy sokunkéban összefolt a groteszkkel, az abszurddal. Tavaly a könyvhéten mutattuk be Amerre jársz védtelen című regényedet, és nagyon megtapsoltuk, nagyon tetszett a közönségnek. Utána ezzel párhuzamosan jelent meg a Bolt. Röviden, milyen kritikai fogadtatása volt ennek a két abszurdnak, illetve akár a Baumgarten díjjal összefüggésben van, hogy jó kritikákat kaptál? Hát nem tudom, Cucurelli Endre élesztette fel a Baumgartner díjat, ami akkor ez a nagyszerű fickó Baumgarten, a keresztneve nem ugrik be, talán valaki másnak, egy budapesti sarokház, úri sarokház birtokosa volt, és ezt jó módon népeknek adtak, és a bérleti díjakból befolyt jelentős összeg, az mai pénzen 30-40 millió forint, azt egy-egy írónak adományozta, hogy a munkáját segítse. Ez szerényebb honoráriummal jár, de nagyon jól jött nekem, akkor, amikor megkaptam, és az indoklásban ez az Amerre járok védtelen című regény szerepelt, meg van egy úgynevezett kritikai munkásságom, szeretek fiatal írók műveiről írni, kiemelve a jót és a gyengécskébb dolgok fölött pedig szemet hunyva, tehát ilyen antifurror vagyok, én biztatni akarok, mert tudom, hogy a biztatás az tovább lök, míg az eltaposás az akár a lelket vagy a leendő írói pályát is örökre eltaposhatja. És tehát egy ilyen kritikai és írói munkásságra kaptam én ezt most. Nagyon jó helyre került, és megérdemelte. Köszönöm szépen. Itt is szó volt tavaly arról, sőt, a Facebookon szavazásra bocsátottál egy regény címet, amelyről még azt is elmondtad nekünk, hogy ezt minden bizonnyal be fogják fóliázni, és ebből hoztál, megszületett a regény cím szerintem, igen. És ebből hoztál nekünk egy részletet. Mielőtt felolvasod, több konkrétumot erről a kötetről tudhatunk, hogy mikor várható a megjelenés, van-e kiadója már, ősszel fog mi ez a fóliázás, amit majdnem biztosra veszel. Ősszel fog megjelenni a könyv, és most itt szeretnék kérni valamit a jelenlévőktől, hogy legyen olyan kedves, és emeljen már fel a kezét az a itt megjelent kedves bárki, akit zavar a homoszexualitás ténye, hogy van egy ilyen jelenség,
aki erről elítélően vagy rosszallóan gondolkodik, tehát hogy ez egy milyen csúnya és undorító dolog. Tehát ha van itt valaki, vagy többen, akkor ha megkérném, akkor tegye fel a kezét. Nem provokáció, tényleg kíváncsi vagyok, mint egy kis népszavazás. Tehát egy hölgy, igen, más valaki? Önt is. Határeset? Nem tetszik szeretni? Akkor arra kérem önöket, hogy megbocsátóan vagy figyelmen kívülhagyóan hallgassák, ami most következik, mert ez egy homoszexuális szerelmes párról szól, az ő vekengéseikről, és vannak benne olyan részletek, illetve elég több olyan részlet is van, nem pornográf, ami miatt ez a könyv mindenképpen fóliát fog kapni, sőt volt, aki azt mondta, hogy minden sor, vagy minden betű be lesz fóliázva, jó vastagon, hogy nehogy a ifjúság lelkét megrontsuk ezzel, hogy kifejtjük ezt a propagandát, hogy még esetleg úgy lehessen érteni, hogy a szerző szorgalmazza, hogy minél több ilyen ember legyen. De kiadód van erre? Van. Helyes. Akkor halljuk a részletet. Jó. Vegye fel nyugodtan, aki megbeszéli, és akkor... Megvárom. Na, közben elmondom, az alapszituáció az, hogy tehát van két fickó, ők szerelmesek egymásba is, együtt is élnek, azonban a kapcsolat megszakad, az egyik elköltözik, azt most hagyjuk, hogy miért, de amikor egyszer csak nagyon beteg lesz, akkor mégiscsak visszamegy a korábbi párjához, és innen indulunk. Ez valahol a regény közepetáján történik. Ja, és ki, az egyik fickót Andrásnak hívják, a másikat pedig Attilának, és gyerekeket tanít. Tehát egy tanító. Hazaérve balsejtelme igazolódott. Az ágy mellé a parkettára terített két polifóm hablemezen hason feküdve találta Andrást, s ahogy ő belépett, a fejét se tudta felemelni. Az arca sárgásfehér, csapzott, átizzadt hajában jól kivehető, szinte művészies, füstszínű tincs, és nagyon le volt fogyva. Az első, amit a tanító mondani tudott, és sajnos nem bírt magában tartani, nem erről volt szó. András szeme könyvben úszott, könyökére támaszkodva próbált felülni, de nem volt hozzá ereje, visszahanyatlott a kényelmetlen polifómra, a megunt és lustaságból rég abba hagyott jóga gyakorlatok kellékére. Csak egy elkeseredett sóhajra tellett a fickótól, majd rögtön köhögni kezdett, de annyira, hogy a tanító attól tartott, az idegesítő szomszédjuk, a bárgyú villanyszerelő vagy a felesége mindjárt átkopog a falon. András mondani akart valamit, a hangja inkább volt recsegős sustorgás, mint egy haldoklóé. Nem lehetett érteni, aztán a szeme lecsukódott. A pólója mocskos, mintha leokádta volna, kificamodott napszemüvege a bal válla alá szorult. A tanító próbálta hasáról a hátára fordítani, csak nehezen sikerült. Hamarjában azt se tudta, hogy kéne megvizsgálni. A bal csuklóján kereste a regisztrált élettársa pulzusát, de rossz helyen, nem tapasztalt érverést. Teljes pánikban arra gondolt, hogy mesterséges légzést kéne alkalmaznia, szívmasszást, mint a filmekben, de elbizonytalanodott, hogy is kéne ezt megvalósítani, hogy ne ártson vele. Biztos lehúzta a betegről a pólót, majd a vállánál fogva rázogatni kezdte. András nem reagált. Ekkor a fürdőszobába rohant, saját kétes tisztaságú törölközőjét a csap alá tartotta, nem facsarta ki, így teretette András horpat mellkasára, semmi változás. A hűvös víz hamarosan lefolyt a polifomra, onnan meg tócsát alkotva a parkettára. Várt, hát ha történik valami, ne szórakozz velem, ismételgette tehetetlenül. Aztán teát főzni indult a konyhába. Ekkor a szoba felől zavaros, idegennek tűnő beszédhangok ütötték meg a fülét, mintha egy rettegő kisfiú hívna segítséget. Oda bent Andrást az ágyon felülve találta, a szeme zavaros volt, az arcán piros foltok jelentek, megtüzelt a bőre. Hol vagyok? Kérdezte. Nálunk, válaszolta ő, itthon. Miért, mit ittél, hogy hol vagy? De hogy kerültem ide egyáltalán? Gondolom, a szelek szárnyán apa fej, biztos az Orion űrhajóval jöttél.
Mi történt? Kérdezte kicserepesedett száját végnyalva. Semmi, beteg vagy, valami bajod van, de nem komoly. Mi bajom van? Kitört rajtad a rosszaság, fiacskám, akarod, hogy hívjak orvost? Meg ne próbáld, seggfej. Miért? Mert berugdoslak a spájzba és rázárom az ajtót. Nincs is kulcs a spájzhoz, sőt, még spájz sincs. Akkor tartom a vállammal az ajtót, inkább adj egy kis vizet, mondta aztán, és lehetett látni, hogy mindjárt elájul. Második nap. Reggelre András állapota nem javult. Az éjszaka nagyobbik részében fuldoklott, köhögött, prüszkölt, nyöszörgött, összefüggéstelen szavakat mormogott, vergődött az ágyon, és kegyetlenül bűzlött. A tanító a polifómon ezekre a hangokra minduntalan felébredt. Összeszorult szívvel gondolt rá, hogy haldoklik a szerelme. Hajnalban hallotta, amint András a WC felé vánszorogott, szenved, öklendezik. A tanítónak minden porcikája sajgott, a másik oldalára fordult a kényelmetlen derékajon, és próbált visszaaludni. Reggel keskeny, de összefüggő felhőzet sápasztotta az eget, olykor elősejlett a nap halvány korongja. Kisoszogott a konyhába, a tegnapi vacsorára szánt ételen ott mászott a légy, a madársaláta meg gusztustalanul elfolyósodott és büdös szagot árasztott, le kellett húzni a WC-n. Még a boltba is le kell menni, gondolta. Ekközben hangos nyöszörgés szűrődött a szoba felől, a tanító fél lábon ugrálva, csúnyán káromkodva ugrált befelé. Mi van már megint? Kérdezte. Nyomorultul érezte magát. András az ágyon keresztbe feküdt, a feje lelógott, egész testre kifacsarodva, a háta felpuposodott, görcsökben rángatozott és úgy vette a levegőt, mint a tusakodva rabolná. A tanító megijedt, így még sosem látta a szerelmét, csak nézte bénultan. Aztán észbe kapott, óvatosan eligazgatta az ágyon a maga tehetetlen testet, és betakarta a nagy piros pokróccal, amin azelőtt annyit veszekedtek, hogy melyikük takarózzon vele. Ült az ágy szélén, nagyon szeretett volna meginni pár pohár bort, de ahhoz itt kell hagynia ezt a rakás szerencsétlenséget. Később kiokoskodta, ha András magához tér, átülteti a fotelbe az ablak mellé, ő meg gyorsan leugrik Mártikához piáért és vesz kaját is. Andrásnak voltak mindenféle kulináris perverziói. Imádta a kelkáposzta főzeléket dinnyével, sok mustárral, a spenótot lecsóval, kapribogyóval, a parizert pilótakekszel vagy pöttyös túrós rudival, ilyesmik. Ebben kellett döntésre jutnia, és vodkára meg borra is szükség lehet. Óvatosan lopokodott kifelé. Sajnos mi a konyhában összeszedte az üres üvegeket, nagy zaj csapott, s a szobából kihallatszott András szánalmas, reszelős hangja. Hová mész? Csak gyorsan leszaladok a boltba Mártikához, veszek kaját. De aztán visszajössz? Vissza hát, te tojás, kell venni kaját. Nem hagysz itt, Attila? Kifelé menet ezt a kétségbe esett kérdést már nem hallotta meg, vagy csak nem akarta. Valahogy így hónap vége felé tartott még a pénzéből, vett egy leakciózott albán kagylókonzervet, egy szintén leározott portugál vörösbort, fügebefőttet, sózott alexandriai kesudiót, és pár sportszelet sem hiányozott a kosárból, de a kenyeret elfelejtette. Számítása szerint akkor már vagy negyed órája eljött otthonról. Mi lesz, ha addig Andrással történik valami, például elkezdi őt keresni, derékig kihajol az ablakon, megszédül, és elveszti az egyensúlyát, és... Harmadik nap. A regisztrált élettárs délig aludt, megserezzent. Akkor felült az ágyon, azzal, hogy tusolni akar, melege van, és nagyon büdösnek érzi magát. A szoba közepéig jutott csak, ott kiment alól a lába, és összecsuklott a szőnyegen, a tanító ugorhatott megint. De András komolyan gondolta, hogy mosakodni akar, tusolni, vagy ha azt nem, ázni a kádban, míg rá nem hűl a víz. Rendesen megmosakodni úgy sem bír, vallotta be, csak leáztatja magáról a koszt ebben a melegben. Majd én segítek, ajánlkozott a tanító. Tényleg büdös vagy, mint a kutyaszar. Elég, ha a kádig elkísérsz, más nem kell, onnan már megy. Szappanról hallottál? Kibotorkáltak nagy nehezen. Ritkaságok ritkasága, volt kéznél tiszta, egész alakos tüdülköző, ezt a mosógép tetejére készítette ki. Benyitotta a csapot, a kezével ellenőrizte a víz hőmérsékletét, majd miután lecibálta András szennyes alsógatyáját, pólóját, a kádba segítette a fickót. Túl hideg, Attila,
panaszkodott a regisztrált élettárs. A tanító állított a csapon. Zubogott a víz, András gyerekes örömmel felkacagott, de úgy ült a kádba, mint egy rongybaba, egyre lejjebb csúszott. Nem tiltakozott, amikor a tanító szappanozni kezdte a hátát, izgalmas mellszőrzetét és karjait felemelve, a hónalját is lecsutakolta, ázott veréb gondolta ezen közben. Most következett a combja, az ágyéka, a segluka, majd a lábfeje és a lábujjak szúrtos köze. András szótlanul tűrt, nem tiltakozott. A többit neked hagyom, viccelt, legközelebb majd te csinálod nekem. Kilépett a fürdőszobából, de az ajtót nyitva hagyta, ha esetleg gond lenne, meghallja. Ám a szobában várakozva semmiféle hangot nem hallott, gondolta, vár egy keveset, aztán ránéz a pasira. Eltelt negyed óra, aztán még 10 perc, kezdett gyanús lenni a csend. Visszatért a fürdőszobába, és azt látta, hogy András mozdulatlanul fekszik a kádban, a szeme lehunyva, és a víz már az alsó ajkáig ér. Káromkodott egyet, bassza meg, mondta, ez elájult. Két karja és a térdhajlata alá nyúlva felnyalábolta az iszamos testet, amely most jóval nehezebbnek tűnt, mint egy napja. Próbálta felemelni, de nem ment olyan könnyen, csúszott volna ki a karjai közül. Nyögve és szuszogva vonszolta keresztül az előszobán az ernyett testet, András feje oldalra nyaklott, nem adott életjelet. Útközben két ajtófélfába is odakoppant a beteg sarka és bokája. Jaj, bocs, lihegte ő, de András erre sem eszmélt fel. Nagy nedves foltok maradtak utánuk, a tanító a szobában valahogy felküszködte a fickót az ágyra, rohant vissza türülközőért, persze későn. András körül már átázott a lepedő, többet nem iszerve bánatosan oldalra fityegett. A tanító óvatosan dörzsölgette a tűzforró mellkasát. András aznap este felé tért magához, akkor bágyatlan érdeklődött, hogy hány óra van és milyen nap, aztán a választ meg sem várva elaludt. Negyedik nap. András egész nap csak néha volt eszméleténél, a láza lement, enni nem kért. Ötödik nap. Rosszabbul lett, mozdulatlanul feküdt. Délután bekakált. Ne hülyeskedj már velem, bazd meg, nyögött fel a tanító, mindent összeszarsz nekem. De András nem hallotta ezt a dorgálást, és ez még majd tart tovább is, mert 8 napig tart a betegség, de hát ez egy kicsit hosszú nem. Köszönjük szépen, és kívánjuk, hogy a Baumgarten díjnak, jutalomnak legyen folytatása, és legközelebb valami hasonló jóról számolhassunk be, és gratulálhassunk neked. És most minden különösebb bevezető nélkül én szeretnék felolvasni csupán annyit, hogy akik ismernek, tudják, hogy 20. századi nagy traumákat dolgozom fel, és előző alkalommal itt a könyvtárban Szabó Bálintról olvastam, akit 3x3-as ügynökszek szerveztek be. Hát az ő története, egy másik története következik. A szökés. 1956. november 21. Fél órával a pesti vonat indulása előtt egy tűt sem lehet leejteni a nyíregyházi állomáson. A tömegben 4 fiatal, Bandi és Eta, a 2 testvér, Bálint a gyerekkori barátjuk, és Barna az unokatestvérük, akit tiltott határátlépés kísérletéért ítéltek el, s most feltételesen van szabadlábon. Mindegyiküknél hátizsák, benne váltás ruha, tisztálkodószerek, némi ennivaló, kerülni kell a feltűnést, csak a legszükségesebbek. Amikor megtervezték az utat, így beszélték meg. Bálint hátizsákjában újságpapírba bugyolálva még egy üveg megypálinka is lapul, amit dugiban főztek a megromlott, felpesdült megybefődből. A vonat 9 órakor menetrend szerint pontosan indul, de a pontosság ezzel ki is merül, nem csak az állomásokon, a nyílt pályán is többször megáll. Nem tudni miért. Veszteglés, indulás, újból megállás, órák telnek el, de még mindig csak Miskolc, még mindig csak 60, végül este 8 óra lesz, mire Budapestre érkeznek. A nyugati pályaudvar zsúfolásig tele, kalapos dámák, fejkendős asszonyságok, lódenkabátos férfiak, fiatalok, csoportba verődve, családok gyerekekkel, hátizsák, bőrönd és batyutenger. Novemberben korán sötétedik, kint az utcán minden második, harmadik lámpa világít csupán, de 10 órától azok is kialszanak, mert kijárási tilalom van,
Különben is, aki az ország elhagyására készül, mit nézegessen a romos Budapesten? A négy fiatal a pályaudvaron tölti az éjszakát. Az utasellátó előtt egy üres sörös hordó tövében. Eta legbelül, a fiúk körülötte, a hátizsákok szorosan mellettük, figyelni kell, alkalom szüli a tolvajt, és figyelni kell a szóra is, mert ahogy tolvaj, úgy spicli is akad itt bőven. Reggel arc és kézmosás a Falikútnál, aztán irány a déli pályaudvar és Sopron. Ez a vonat is zsúfolásig tele. Budapestiek, vidékiek szerte az országból, érdekes módon mindenki rokonlátogatóba megy. Bálinték is természetesen. A nagymamájukhoz, nénikéjükhöz, bácsikájukhoz, akiknek ez és ez a címe, nagyon idősek és betegek, és azért ők, a fiatalok mennek látogatóba, mert a családból senki más nem tudott elszabadulni. Ez a mese. A gyanút kerülendő Jani Etával a szerelvény elejére, Bálint Barnával a végére száll fel, és milyen jól teszik, mert minden megálló után jönnek és igazoltatnak. Pufajkás, puskás katona kíséri a rendőrt, mi is tudjuk, ők is tudják, színjáték az egész, de azért csak vizslatják, forgatják a személyét, és mintha kegyet gyakorolnának, úgy adják vissza. Vagy nem adják vissza. Olyan is van, akit elvisznek. Körözték, rajta volt valamilyen listán, senki nem tud semmit, és nem is meg kérdezni semmit. Barna előhúz a zsebéből egy pakli kártyát, Bálinttal ultizni kezdenek. Két fiatalember két különböző helységből véletlenül egymás mellé kerültek a vonaton, és jobb hián kártyával ütik agyon az időt. Hol van olyan rendőr, aki tudná, hogy a két falu, ahonnan ez a két fiatalember jön, egymás tőszomszédságában van, és a vonat elején utazó testvérpárnak az egyik az unokatestvére, a másik gyerekkori cimborája. Erősen szürkül, amikor Sopronba érkeznek. A váróteremben óriási nyüzsgés és hangzavar, mintha az utasok feldélegeztek volna, amiért szerencsésen eljutottak idáig, még csak le sem halkítják a hangjukat, úgy adják tovább egymásnak a híreket. Éjszaka nem szabad elindulni a határa, mert járőröznek, s lőnek mindenre, ami mozog. Éppen, hogy éjfél után a legalkalmasabb. Dehogy is, a hajnali szürkület a biztos, amikor az ember beleolvad a tájba. Ha rakétáznak hasra, és nem moccanni. Autójavító műhely a város szélén, az illető megbízható 1000 forint fejenként. Bálintéknak nincs szüksége embercsempészre, tudják az utat. Köszönhetően Barnának, pontosabban Barna cellatársának, aki fertőrákosiként úgy ismerte a határt, mint a tenyerét, s a börtönben Barnát is kitanította. Sopronból a Pozsonyi úton Kőhida felé, Rákos előtt az erdőbe betérni, egy lábnyomnyi csapás azt kell követni, libasorban egymás nyomába lépni, az irány észak, nem lehet eltévedni. A hatásában nincsenek fák, ott hasra és kúszni, most még nincsenek aknák, csak a járőröktől kell félni, a túloldalon Mörbis, a parókián a pap ad szállást, éjjel kettőkor a váltáskor legjobb neki indulni. Addig pedig erőgyűjtésnek jó lesz egy meleg leves. A restiben Barna győzködi Bálintot, hogy vegye elő a pálinkát. Majd kint a hidegben. Bálint hajthatatlan. Ha nem, hát nem. Barna miután az utolsó cseppig bekanalazza a levest, kiadja a jelszót, hogy indulás. Sopron kihalt és sötét, és a csillagok se hold, utcáról utcára egyetlen szó nélkül némán masíroznak, már a város szélén járnak, amikor hirtelen egy pufajkás orosz katonával találják magukat szemben. Mintha egy varázsló a semmiből varázsolta volna eléjük, egyszerre valószerűtlen és félelmetes, rövid éles kattanás, géppisztoly kibiztosítva, mint egy válaszórá újabb rövid éles kattanás, egy másik orosz katona és egy másik géppisztoly is kibiztosítva. Az iskolában kötelező az orosz, de amennyit ők tudnak, azzal egy pohár vizet sem képesek kérni, így persze, hogy nem értik, mit kérdez az orosz, csak gyanítják, hogy kicsodák és mit keresnek az utcán. Zdravstvujte, bábuská, mámuská, pójesz, csihuhuhu, kusáty, mutogatnak, magyaráznak, és ismételgetik azt a pár szót, ami eszükbe jut.
A két orosz, anélkül, hogy géppisztolyát egy milliméterrel is lejjebb engedné, megismétli a kérdést. Áll az idő, kimerevedik a jelenet, Eta nagyot sóhajt, bizonyára eszébe jutott, amit az állomáson a járőrökről hallottak. És akkor Bálint megszólal. Vodka, vodka. Ezt mondja, közben a hátizsákjára mutogat. Vodka? Az első orosz visszakérdez. Da, da, ezt már kórusban felelik mind a négyen, és reménykednek, tényleg igaz a közhiedelem, vodkával az oroszoknál bármit el lehet intézni. Végszükség esetére bátorságot ad. Ezt mondta Bálint apja, amikor előhozta a Spájzból az üveget, márpedig két géppisztolyos orosz katona igencsak végszükség. Bálint a vele szemben állót kínálja, de az a fejét rázza, és Bálintra mutogat, hogy elsőként ő húzza meg. Nocsak, még géppisztolya sem annyira bátrak, gondolja magában Bálint, de rámosolyog a katonára, kortyol egyet, utána nagyot csettint, mert a pálinka a romlott megybefőt ellenére is első osztályú. De hát miért is ne lenne az, amikor a cefrét is erjesztik? Még hogy mérgezett ekkora marhaságot dörmögi Bálint, miközben nyújtja ismét az üveget az orosz felé, aki most már mohón kap utána, és három hosszú kortyig meg sem áll, aztán eszébe jut a bajtása, és nagy harasózások közepette továbbadja neki. Kézről kézre jár az üveg, a két orosz között, Bálint a kerítéshez szorulva harasózik, mire neki is a kezébe nyomják ismét, a géppisztolyok leeresztve, a két oroszt a többiek nem érdeklik, tűnjetek el, majd utánatok megyek, sziszegi oda nekik Bálint. Harasó, pitty, druzsbá és melegyec, orosz nyelvlecke, a melegyec valamiféle dicséretet jelenthet, mert vállat is veregetnek hozzá, nem is olyan vademberek, legalábbis ez a kettő nem. Bálint felbátorodik, és kézzel lábbal magyarázza, hogy igyanak csak, övék az egész üveg, de ő menne a kamerátok után. Zdravstvujte, harasó? Harasó, harasó, zdravstvujte, válaszolja mindkettő, és a kezükkel még intenek is, de azért Bálintnak torkában dobog a szíve, és csak akkor lélegzik fel, amikor befordul a sarkon. Legfeljebb, ha negyed órával járhatnak előtte a többiek, így számol magában, de muszáj kitérőt tennie arra az esetre, ha a ruszkik meggondolnák magukat, és mégis utána jönnének. Futni nem szabad, mert még felveri a kutyákat, csak siet. A pálinka hajtja és melegíti. Úgy gondolja, hogy a tervhez képest két, legfeljebb három utcányival lejjebb érte el a város szélét. Az út ketté ágazik előtte, az országhatárnak északra kell lennie, a távolban azok a sötét árnyékok az erdőt sejtetik. Bálint futásnak ered, de hamar kifullad, úgyhogy visszaveszi a tempót. Szemét előre mereszti, bűvöli az utat, három alakot keres. Hirtelen sivító hang, rakéta világítja be az éjszakát, az árokba ugrik, hasra vágja magát, az árok alacsony, kidugja a fejét, de nem lát senkit. Puffognak a rakéták, az éjszakából nappal lesz, hirtelen fegyverropogás és mintha kutyák ugatnának, újabb sorozat és hangfoszlányok, úgy tűnik szóváltásféle, valakik belefutottak az őrjárat markába. Egy örökké valóságnak tűnik, mire ismét sötét és csend lesz, s Bálint kimeri dugni a fejét az árokból. Sehol senki, csak sötét árnyak, lehet, hogy az erdőfái, Bálint lassan, ugrásra készen halad előre, habár most, hogy a vadászok zsákmányt ejtettek, nincs mitől tartania. Háta mögött még éjszaka, de kelet felől már hasod a hajnal, végre nem is olyan messze fák sejlenek fel, az erdő lesz az. De nem mégsem, csak egy faluszéli fasor. Ritkul a sötétség, itt-ott felugat egy kutya, és mint a függöny lebent volna az egyik ablakon. Bálint a templomtornyot véve iránymutatónak bandukol végig az ismeretlen falun, kiukad az állomásnál, Somfalva, olvassa a feliratot. Sosem hallotta, de mintha rajta lett volna a térképen, amelyet indulás előtt kívülről megtanultak, éppen csak másik irány. Bálint tanácstalanul toporog, majd megmosakszik a falikútnál és beül a váróterembe. Sehol egy lélek, a pad mögött a sarokban molinó csomóba gyűrve. Sokáig éljen népünk nagy tanítója, Rákosi Mátyás. Ez a felirat rajta. Rejtély, hogy kerülhetett ide, és a forradalom alatt hogy nem szaggatták szét vagy égették el,
De ha már itt van, legyen haszna, Bálint maga köré csavarja, ha vékony is, de jó hosszú, ad némi meleget, kinyit a pénztár, s Bálint jegyet vált. Haza, kelet felé, üres a vonat. Egyetlen mondat mégis, kiegészítésképpen. Ezt a szöveget most édesapám emlékére olvastam fel. Ő 1956-ban ősszel szintén neki indult az unokatestvérével, a barátaival Orosról, egy jó nagy csapattal, hogy diszidálnak. Addig tervezgették az utat, hogy amikor Sopronba érkeztek, addigra lezárult a határ, és embercsempészekkel a Fertőtó nádas mocsara keresztül kellett volna szökni, és az édesapám meggondolta magát, és hazajött. Ennyi a valósághoz való köze ennek, ennyit tudok a történetről, és ennyi a valósághoz való köze ennek az írásnak, amely született, mert az én édesapám akkor nem jön haza, akkor valószínűleg én most nem olvasok itt fel. Köszönöm szépen, és végezetül befejezésképpen elnézést kérve a csúszásért, de vidáman fejezzük be ezt a felolvasó óránkat, több mint óránkat, megkérjük Lacit, hogy úgynevezett tanárverseket olvasson fel, mert mondhatom, hogy a téma az utcán hever, jobban mondva az iskolában is hever egy író számára. Tessék. Igen. Igen, hát nemrég volt pedagógus napja, gondolom, hogy nagyon sok embert érint ez, mert vagy maga pedagógus, vagy foglalkoztak vele pedagógusok, és vagy 2 éve írtam egy ciklust a tanárokról, tanarakról, 9 versből áll, és most ebből a 9-ből 3-at felolvasnék. Az elsőnek az a cím, hogy a tanítónő. Azt tudni kell, hogy az aranyban az alsósokat csibéknek hívják, és van is ilyen az első, hogy csibeavató. Tehát a tanítónő. Csibéim reggel enni kérnek, adok nekik betűeleséget. Kövér B-t, csinos P-t, elejétől végéig az ABC-t. Ebédre meg számokat kapnak, megszámolhatják ujjaikat. S hogy hány szem rizs van a levesben? 1, 2, sok végtelen. 00:30-tól szabad foglalkozás, vígan ölelik, ütik egymást. De csak a fiúk, mind buták, a lányok még így gondolják. Sétálni az erdőbe megyünk, madarat figyelnek a csibék. Nagyot húhog egy bagoly, tavaszt hív a nyitni kék. 16:30-re kihalt lett a terem, elvitték a csibe seregem. Fájó szívvel, csüggetten ülök, nehéz lesz holnapig nélkülük. A második a hitoktató. Íme tankönyvünk a Biblia. Bölcs és hosszú életű lesz, aki nem rest, hogy kinyissa. Rajta tövis korona és kereszt. Belőle megtanulhatod. Erő, sokaság mit se számít, ha az Úr megveti szándékod. Hisz Góliátot legyűrte Dávid. És hogy füvet evett a botor, babiloni Nabukodonozor. A fia, Baltazár, meg elbukott. Megméretett, könnyűnek találtatott. És József legyőzött 10 csapást. S hogy nem Ábrahám, hanem, persze segítette isteni útmutatás, Mózes vitte át népét a tengeren. Hogyan légy örök életű? Vélnéd, ilyen nem lehet. Pedig igen, és egyszerű. Ezért halt a megfeszített. S ha hiszed az igét és őrzöd, viszontlátás lesz a jutalom. Ha el is buksz az Úr előtt, van pótvizsga, a purgatórium. Ne lopj, ne ölj, ne átkozódj, ne csábíts el férjes nőket, ne csinálj így disznóságokat.
vagy ha mégis, legalább gyónd meg. És az ősi bűn, a kiüzetés, mindent sajnos én sem értek. De nem baj, majd maga az Úr, majd ő eligazít téged. És az utolsó az informatika tanárnő. Gépemen mindenféle állományok. Elég módszer, szerkezet, forma és ok, hogy a kérdést önmagamnak feltegyem. Meddig tartok én, meddig a gép, a hálózat, a világegyetem. Ha jó a program, kibomlik egy ábra. Ez jelzi, nem dolgoztam hiába. És minek örülök mindennél jobban? Ha a diák nem leckét, nem nyugöt, hanem eszközt lát a programokban, melyek mind az életét segítik. Ha tetrixezik, ha beindít egy kocsit, ha zenét hallgat, ha telefonál, ha e-mailezik, ha fényképet készít, hisz mindez digitális alapokon áll. De este félreteszem a rendszereket. Megveszem, amit fiam enni szeret. A férjem egy kockás inget kap, vacsorát főzök, ágyat vetek, anyává konvertálva magamat. Köszönjük szépen, mindannyiunk nevében köszönöm szépen, köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk a könyvtárnak még egyszer. Éljenek a könyvek, éljen a könyvhét!